A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy Fehérvárról beszélgethetünk, és köszöntjük természetesen a kedves nézőket is. Ugye december folyamán egy összegző beszélgetéssel készültünk itt a Köztérben, és egy kicsit az év fontos történéseit vettük górcső alá, előre is tekintettünk, és hát azt mondhatjuk, hogy ez az idei esztendő januárban mozgalmasan köszöntött be, számos változás, kedvező változás is belépett a Székesfehérvár életében, akár a kormányzati támogatások vonatkozásában. Ezeket részletezzük egy kicsit, hogy is indult ez az év Fehérvár számára. Hát mindenképpen megállapíthatjuk, hogy nagyon gyorsan, mert ez a január ez úgy elröpült, hogy tényleg olyan, mint a tegnap beszélgettünk volna még az adventi időszakban. Ugye izgalmas évet zártunk, nagyon nehéz évet zártunk, nagyon sok szomorú eseménnyel Európában kitört egy háború, amire azt gondolom, hogy senki nem számíthatott korábban, hogy még mindig nem tanultuk meg a konfliktusokat emberi módon intézni és föloldani. Ennek nagyon sok hatása van, és hatása az bizony Fehérvárt is sem kímélte. Itt elsősorban az energia helyzetre, az energiárak rendkívül jelentős, azt is mondhatnánk, hogy brutális emelkedésére is gondolhatunk, illetve az inflációra, amit pedig szerintem mindenki a saját háztartásában is, vagy elmenve egy kereskedelmi üzletbe érez. Ugye nyáron volt a legnehezebb, mert akkor különösen kiszámíthatatlan volt a szituáció, az sem volt egyértelmű, hogy egyáltalán lesz áram, gáz. Azért ez az őszre már megoldódott, annyiban, hogy volt, csak nagyon-nagyon drágán. Az év elején kicsit már jobban indult, egyrészt ezek az árak egy kicsit lejjebb mentek, és ez jelent egyfajta megtakarítást önkormányzati, illetve intézményi szinten is. A közszolgáltatásoknál szintén, a közszolgáltatások tekintetében például a távhőnél a teljes lakossági rezsitámogatott árrendszer fennmaradt, ennek pedig teljes költségét a magyar állam finanszírozza a szép hő irányába, ez nagyon-nagyon sok milliárd forint, és az is nagyon jó hír, hogy közben a távhő díja az előző esztendő utolsó negyedévéhez viszonyítva kb. A felére esett vissza a 2023 első három negyedévé tekintetében, hogy mi lesz a negyedik negyedévben, azt még most nem tudjuk. Ez szintén egy elég jelentős megtakarítást eredményez, és hát legalább három olyan támogatás érkezett az államtól a kormányzati döntések nyomán, ami nagyon fontos. Egyrészt kaptunk egy kb. 230-240 millió forintos támogatást rezsitámogatásként, mint önkormányzat, ami ugye nem fedezi nyilván a költségeket, de azért 237 millió forinttal pont több, mintha nem kaptuk volna meg, tehát ez abszolút jó helyre tudja az önkormányzat felhasználni. Nagyon fontos döntés volt az, hogy a Volánbusznál a tavalyi esztendőben az autóbusz vezetőknek adott béremeléseket teljes egészében a magyar állam kompenzálja a Volánon keresztül, gyakorlatilag a város irányába. Ez egy 260-270 millió forint, és hát az uszoda, amik soka körömére nem kellett végül nem csak december 31-ig, hanem ebben az esztendőben sem bezárni, tehát tud működni legalábbis a főépület és a nagymedence. Most ugye újra tudtak indulni a diák oktatások, ami szintén azt hiszem, hogy egy nagyon fontos cél. Úgyhogy ez azért önmagában is egy nagyon-nagyon komoly támogatás volt, de mellette pedig azt hiszem, hogy az embereket leginkább az érinti és érdekli, hogy a közszolgáltatások stabilak voltak, az utcoda mondjuk működik, a közösségi közlekedés működik. Azt hiszem, hogy ezek mindenképpen fontos és jó hírek. Közben azért, hogyha összegeztük és a számoknál tartottuk, maga a város és a városi intézmények is spóroltak, hiszen ha nem akarok rossz számot mondani, hogy több mint 250 millió forintot tudott spórolni a város a fűtési szezonban, ez idáig ez volt ugye január elején.
Igen, ez, azt hiszem, hogy ez a 4 milliárd forint jól mutatja, hogy volt értelme ezeknek az intézkedéseknek. Nem feltétlenül nagy örömmel hoztuk ezeket meg, de ebben a helyzetben erre szükség volt. Azt határoztuk meg és mondtuk, hogy általában is az összefogás lehet egy ilyen helyzetben, ami eredményre vezet. Az összefogásnak része az is, hogy a tehernövekedést azt nem egyik vagy másik szektor finanszírozza és próbálja megoldani, hanem mindenki hozzáteszi a magáit, akkor ezen a helyzeten is úrrá tudunk lenni, és ennek része volt ez a takarékossági csomag és intézkedési rendszer. Ennek keretében igen, az első fűtési hónapokban már elég jelentős megtakarítást tudtunk elérni, de hát például maga a Városháza is 3 hétig ugye zárva volt a karácsonyi újévi időszakban, ami egyébként mondjuk úgy, hogy jól vizsgázott, az emberek is tudtak egy kicsit pihenni, a másik oldalon pedig egy elég jelentős megtakarítást tudtunk elérni. Akkor minden rosszban van valami jó, mindig van valami pozitív tapasztalat? Mindig, szerintem mindig lehet tanulni, egyébként ez a pandémia idején is így volt, hogy lehetett tanulni a különböző hullámokból, nem gondolnám, hogy bárki is visszasírja, tehát ilyenről szó sincsen, de ha szembesülünk egy ilyen feladattal, akkor ezt valahogy meg kell oldani, és ez mindig erőt meríthetünk egy valamiből egészen biztos, az pedig az, hogy ez a város több mint 1000 éve itt van. Rengeteg jobb és nehezebb időszakot, kihívást tudott megoldani, élt át és túl, és sok esetben az embereknek és az összefogásnak köszönhetően ebből mindig minden helyzetben lehet erőt meríteni, ez a mostani szituációval is így van. Ugye nyilván váratlanul ért mindenkit a tavaly ilyenkor februárban induló mondjuk energiahelyzet tekintetében bekövetkező drasztikus változás, de most már azért nem mondhatjuk, hogy ez váratlan, tehát most már el kell kezdenünk ehhez igazodni. Ehhez nem csak egyébként a takarékosság kell, hogy hozzájáruljon, hanem az is, hogy akkor a energiahatékonyságban hogyan tudunk előre lépni. Az elmúlt években is számos ilyen jellegű beruházást megvalósítottunk, de most ezt fel kell gyorsítani, és hát ugye a költségvetést hamarosan majd tárgyalja a közgyűlés, és reményeim szerint el is fogja azt fogadni. Abban is számos olyan beruházás szerepel, ami kifejezetten energiahatékonysági célzattal kerül megvalósításra, és a nap végén az egy megtakarítást fog jelenteni mondjuk az önkormányzati intézményrendszer működési feladatai vonatkozásában. Ha jól tudom, akkor pont pénteken, azaz a holnapi nap folyamán kerül benyújtásra a rendelet tervezete is, majd erről is beszélgetünk. Én azt javaslom, hogy nézzük meg a fehérváriak kérdéseit, hiszen ennek a műsornak ugye a sajátossága, hogy mindig kérdezhetnek öntől a székesfehérváriak. Most is így sikerült, két csokorba is összegyűjtöttük a fehérváriak véleményét, az idelátogatók véleményét, kérdéseit. Nézzük meg ezt, aztán folytatjuk. Mindennel elégedettek vagyunk. Bár a fizetésünket tőle kapjuk, az lehetne egy kicsit több, ezen kívül minden oké, rendben. Jól érezzük magunkat Fehérváron. Így végül is egy pár éves pesti munka után végül visszaköltöztünk a szülővárosunkba, és szerintem nagyon jó döntés volt, pláne így, hogy gyarapodik a családunk. Szerintem pici gyerekekkel sokkal kényelmesebb Székesfehérváron lakni. Úgyhogy mi nagyon boldogok vagyunk itt. Köszönjük szépen! Nagyon tetszik ez a belváros most, ahogy van egy kis időm, nézegetem. Kis nosztalgiám van az őseink felé. Tulajdonképpen én szeretek itt lenni, itt a gyalogosoknak teljesen jó, itt a belvárosban, nekem megfelel. Igazából nem ide valósi vagyok, de nekem teljesen jó. Csak akkor rossz, amikor van valami meccs, és a sok gyökér itt jön, és elkezdik egymást püfölni, akkor úgy este nem olyan jó hazamenni, de amúgy egészen tekintetes. Nekem tetszik. Miért nem nyitják ki időben a művelődési házakat? Kapott 46 civil szervezet egy levelet, hogy 2023-ban nem támogatja az önkormányzat őket az energiaválság miatt. Na most ezek a civil szervezetek, hát nem tudom mit csinálnak, feloszlanak, kimennek az utcára, vagy hát, szóval ezen el kellene gondolkozni. Ez volt tehát az első csokor. Először is az nagyon jó volt hallani, hogy őseinkre is jó emlékezni ebben a városban. Az úr így, valahogy így fogalmazott, ez egy nagyon, nagyon szép gondolat.
Az is nagyon szép, és szerintem egy helyes döntés, hogy valaki Budapestről visszatér Székesfehérvárra, és megállapítja, hogy ez egy helyes döntés volt. A család bővüléséhez külön gratulálunk, és persze jó egészséget, sok boldogságot kívánunk. Az elején Erika néni, ugye jól ismerjük, és egyébként igaza is van, hogy az intézményi és a vállalati szektor tekintetében is folyamatosan nézzük, hogy hol van lehetőség valamilyen béremelésre, béren kívüli juttatás biztosítására. Nyilván sok esetben az állami forrásból tud csak megvalósulni. Azt egyébként az új költségvetéssel kapcsolatban már el lehet mondani, hogy az összes minimál béremelés, garantált bérminimum emelés finanszírozása az meg fog történni. Tehát nyilván mindenki ezen szabályokat a keretek között fogja kapni a saját bérét, a kafetéria juttatásokat továbbra is tudjuk garantálni, ugye ez már nagyon-nagyon kevés településen jár az intézményi szektorban dolgozók számára, szerencsére ez nálunk meg fog történni. Van, ahol lesz lehetőség egyfajta a bérfejlesztésre is vállalataink tekintetében, és abban a pillanatban, hogy esetleg az államhoz bizonyos ilyen jellegű döntéseket, akkor az adott intézmény típusnál ezeket mi a lehető leggyorsabban végig fogjuk vinni, mert nyilván nagyon fontos, és mindenki a saját pénztárcáján érzékeli az infláció hatását a boltokban. Jó lenne, hogy amit hosszú-hosszú évek alatt szép, apró mértékben el tudtunk érni, és reálbéremelkedés volt, mindenki talán egy kicsit ezt érzékelhette, azt most egy-két év alatt ez az infláció ne vigye el. Tehát ezért lenne jó ilyen jellegű döntéseket hozni, meglátjuk, hogy hol lesz majd erre lehetőség. Ami külön öröm, amikor egy fiatal azt mondja, hogy jól érzi magát, még hogyha nem is ide valós, de ezek szerint mondjuk ide járhat iskolára, vagy ide jár mondjuk sportolni, és szereti a várost, szerintem ez is fontos visszaigazolás. Viszont itt a végén az úr által elmondottak tekintetében mindenképpen pontosítani szeretnék. Először is üzenem neki, hogy nyugodtan a konkrét kérdéssel is megkereshet, és akkor meg fogjuk nézni, hogy melyik civil szervezetről van szó, ugyanis nem ilyen jellegű tájékoztatást adtunk a szervezeteknek, hogy két külön kérdésről van szó, az egyik a művelődési házak kérdése, ugye amik tavaszig zárva tartanak, alapvetően takarékossági intézkedés okán, ott sem mindegyik, hiszen a szabad művelődési háza nyitva van, a Gárdonyi művelődési ház önkormányzati támogatásnak is köszönhetően nyitva van, a Köfém művelődési ház nyitva van. Az egyéb telephelyek tekintetében pedig azt mondtuk, hogy ha egy-egy civil szervezetnek helyre van szüksége, akkor ingyenesen biztosítjuk például a Himerházat, tudjuk felajánlásnak köszönhetően a Viktóriában a színháztermet, előadótermet biztosítani, tehát a közösségek össze tudnak jönni, nagyon sokan élnek is ezekkel a lehetőségekkel. Tehát van lehetőség. Van erre lehetőség, erről kaptak értesítést az adott civil szervezetek, illetve voltak olyan támogatások az elmúlt években, amihez képest láttuk azt, hogy nem az, hogy lenullázzuk, hanem valamennyivel kevesebbet tudunk adni. Hogy évközben tudunk-e kiegészítő támogatást biztosítani, ezt most nem tudjuk megmondani, ez se kizárt, de mi őszintén el szerettük volna mondani, hogy mire készüljenek. És ők kapták meg azt a levelet, hogy várhatóan, ha is amennyiben a közgyűlés az adott döntést meghozza február 10-én, akkor ők mekkora támogatásra számíthatnak. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok az úr, melyik civil szervezetre gondol, nagyon szívesen utána nézek, ha megkeres levélben, e-mailben, fogadónapomon, vagy éppen Facebookon, vagy bármelyik közösségi média felületeken, és utána fogok nézni. A civil szervezetek nagyon fontos munkát végeznek, de tudni kell, hogy ez önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Tehát erre mi senkitől nem kapunk pénzt, sem az Európai Uniótól, sem a magyar államtól, ezt nekünk kell tudni kigazdálkodni. És nyilvánvalóan, amikor több milliárddal nő meg mondjuk az energia számlája az önkormányzatnak, akkor az óvodá, a bölcsöde, a házi orvosi rendelő, a szociális lakásos prioritások van, hogy ezeknek mindenképpen egy nyugdíjas otthont nem tudunk, és nem is akarunk, de nem is tudunk bezárni téli időszakra. A könyvtárok és a művelődési házak egy része tekintetében született ilyen döntés, de még egyszer úgy, hogy mindenhol próbáltunk alternatívát megteremteni, tehát van lehetőség a civil szervezeteknek is máshova menni ingyenesen, aminek a költségeit az önkormányzat állja és finanszírozza. Úgyhogy várom a megkeresést, és elmondom, hogy kit kell keresni, hol és milyen módon lehet a kapcsolatot fölvenni, és ezeket az ingatlanokat még egyszer ingyenesen használni. Tehát arról is hallhattunk példát, hogy akár a színház, a városház a dísztermébe költözik, vagy akár a múzeum előadásokkal, tudományos konferenciákkal. A levéltár például egy kiállítást
rendez majd szintén a városházán. Gondolkodunk azon, ezt még nem tudom megígérni, hogy mintha javultak egy kicsit a pénzügyi pozíciók, ezért egy kicsit előbb kinyitjuk mondjuk a könyvtárakat, ha és amennyiben erre lesz lehetőség, de ez sem annyira egyszerű, hiszen nekünk egy adott mennyiség mondjuk áramot kell megrendelnünk, és hogyha nem mindegy, hogy az valami zárva van, vagy nyitva van, ha mi már megrendeltünk tél elején valamilyen áramkontingenst, azt nem lehet olyan szabadon emelni. Tehát nyilván ez az egyént nem kell, hogy érdekelje, meg nem is kívánom, hogy ezzel foglalkozzon, csak legfeljebb azt kérem, hogy legyen egy megértés a tekintetben, hogy prioritásokat kellett fölállítani, de a prioritásokon belül azt törekedtünk, hogy minden szolgáltatás, akár az említett könyvtár, művelődési ház szolgáltatás is elérhető legyen a városba. Tehát nincs olyan szolgáltatás, ami egyáltalán nem működne, az intézményeket ráadásul továbbra is tudjuk működtetni, a munkahelyeket meg tudtuk őrizni, nálunk semmilyen létszámleépítés önkormányzati szinten nem történt, a fizetéseket kifizetjük, a vállalt béremeléseket, kafetéri juttatásokat szintén kifizetjük, tehát most prioritásokat kellett megállapítani. Ugye már itt decemberben, novemberben is többször szót ejtettünk arról, hogy a hivatal szakemberei folyamatosan dolgoznak már a költségvetési tervezet előkészítésén. Talán így a holnapi napon, hogyha benyújtják előtte, már azért ennyit elárulhatunk a nézőknek, hogy mire lehet számítani, milyen főbb elvek és irányok mentén készült ez a tervezet. Mi volt a cél? Egy stabil, biztonságos költségvetés, ami az előbb említett alapszolgáltatásokat bármilyen energiahelyzet is legyen évközben garantálni tudja, az álláshelyeket, munkahelyeket biztosítja, a munkabérfizetést biztosítja, ahol van lehetőség valamilyen juttatás emelésére, ott ezt pedig meg tudjuk hozni döntésként, és nyilván pénzügyileg pedig oda tudjuk állítani mögé a megfelelő fedezetet. Úgyhogy ezeket azt gondolom, hogy garantálja ez a költségvetés. Körülbelül 104 milliárd forint, tehát pontosan 103 milliárd 800 millió forint körül lesz a költségvetés főszege. Tehát ez mindig egy nagyon-nagyon magas főszeg. Én mindig elmondom, hogy nem ez a legfontosabb mérőszám, hiszen itt egy-egy nagy fejlesztés, beruházás, amiből azért szerencsére több is folyamatban van most a városban, vagy mostanában indult el, mint például mondjuk a Móri út felújítása, ez nagyon plusz-minusz tud változtatni. De fontos egy másik szám, ez már nagyon fontos adat, hogy mennyi a saját bevétel az önkormányzatnak. Ez megközelíti a 32 milliárd forintot, soha ennyi nem volt. Ennek a legnagyobb tétele az iparőzési adó, bevétel, ez több mint 23 milliárd forint lesz, építményadóból több mint 4 milliárdot várunk. Működésre 44 milliárd forintot költünk, ez az intézményi szektor is magába foglalja, amire körülbelül megközelítőleg 20 milliárdot, és nyilván a közszolgáltatások biztosítását, városüzemeltetést, közvilágítást, közösségi közlekedést, ami hát szerintem 2,4-2,5 milliárd forintjába fog már kerülni az önkormányzatnak, és van egy több mint 50 milliárdos forintos fejlesztési csomag. Ezekben mindig az áthúzódó fejlesztéseket is bele kell érteni, tehát amik mondjuk tavaly indultak, és még idén is folyamatban vannak, vagy idén indulnak, de majd jövőre is lesz még belőle pénzügyi kifizetés. Az élet minden területén, szociális, oktatási, környezetvédelmi, kulturális területen is lesznek intézményfejlesztések, lesznek beruházások, lesznek útépítések, járdaépítések, különböző parképítési, játszótérfelújítási, okostanteremhez kapcsolódó fejlesztések. Biztosítjuk azokat a támogatásokat, mint például 7500 forint. Itt rögtön szeretném rögzíteni, hogy hallottam, hogy elterjedt, hogy január végéig, aki nem nyújtja be a kérelmet, az nem is fog ehhez hozzájutni. De hozzá folyamatosan lehet, folyamatosan. Aki arra jogosult, a 65 év fölöttiek, azok be tudják ezt a kérelmet nyújtani. Egyébként megközelítőleg 12000 kérelem érkezett már, úgyhogy még csak február elejét írjuk. Úgyhogy itt is szeretném megköszönni a kollégáknak az óriási munkát, hétvégén is dolgoznak ezek feldolgozásán, és egyben kérni egy kicsit türelmet, megértést, mindenki meg fogja kapni ezt a támogatást. Ugye ugyanúgy, ahogy biztosítjuk továbbra is a kedvezményes diákbérlet, adta lehetőséget, és folytathatnánk a sort. Tehát ha össze kellene foglalni, hogy milyen is ez a költségvetés, akkor bizonyára egy évvel ezelőtt több fejlesztésben reménykedtünk volna, ha akkor kellett volna meghatározni, nyáron viszont sokkal nagyobb problémára. Tehát összességében szerintem most ez egy nem csak vállalható, hanem a körülményekhez képest egy jó költségvetés.
Nagyon nagy köszönet a gazdaságnak, és nagyon nagy köszönet a gazdaságban dolgozó embereknek, mert valójában az ő munkájuk eredményeként tud ez a város működni is, és még ebben a nehéz időszakban is fejlesztéseket elindítani és megvalósítani. Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy ami bejön bevételként, azért az mutatja, hogy a gazdaság, talán sikerült túlkerekednie, meg túllépnie ezen a nehéz kihívásokkal teli helyzeten? Én még nem mernék múlt időben fogalmazni. Vagy azt viszont van, lehet talán mondani, hogy az alkalmazkodó képessége egyelőre abszolút látszik a gazdaságnak, hiszen az ipar nagyon jól teljesített 22-ben, és éppként sok bizonytalanság mellett, de a kilátások vonatkozásában jó hírekről tájékoztatják az önkormányzatot, de azért vannak olyan gazdasági szektorok, ahol azért látszik probléma, mondjuk ilyen a vendéglátás, szállodaipar, különböző kereskedelmi szolgáltatások, egyéb jellegű szolgáltatások, azért az építőipar, tehát azért vannak problémák és nehézségek, de hát ezeket most meg kell oldani, és nyilván azon kell dolgozni, hogy minél hamarabb újra tudjon indulni sok olyan minden, ami most akár például az energiaárak miatt nehézkes, csökkenjen az infláció, azóta esetben a kamatszint, ezáltal ugye újrainduljon egy kicsit a hitelezés, ami mozgatja a gazdaságot. Ez nyilván Fehérvár tekintetében is nagyon fontos, és hát van egy nem csak gazdasági szempontból, hanem emberiességi szempontból is fontos álmunk, talán ezt így fogalmazhatom, vagy jó lenne elérni, nyilván nem Fehérvár fog tudni ebben szerepet játszani, hogy béke legyen Európában. Legalább egy tűzszünetig eljussanak a felek, aztán valamire jussanak a béketárgyalásokon, mert azért ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet az élet minden területét tekintve. Egyébként például az itt élő ukrán állampolgárságú, illetve adott esetben ukrán nemzetiségű emberek támogatása tekintetében például az itteni ukrán nemzetiségi önkormányzatnak fogunk nyújtani egy támogatást azzal, hogy ők használják fel arra a célra, amivel leginkább ezeket a családokat, akik ide kényszerültek, tudják egy kicsit segíteni, programokat szervezni nekik. Tehát e tekintetében is van a költségvetésnek válasza arra a kihívásra, ami most Fehérvárt is természetesen eléri, és ezt nekünk is kell tudnunk kezelni. Hát meg talán az elmúlt napok eseménye tükrében főképp reménykedünk, vagy hát igyekszünk reménykedni. Igen, természetesen. Azért mondom, nyilván ezek fontos célok, de hát azt is tegyük hozzá, hogy, és ez az energiára is igaz, másra is, hogy itt alapvetően a Székesfehérvár, vagy egyáltalán az európai települések gyakorlatilag mindegyike, az ezeket a hatásokat elszenvedi. Tehát nem mi alakítjuk ezeket az árakat, nem mi tudunk közvetlenül megjelenni egy energiatőzsdén és energiát beszerezni. Tehát nyilván sok mindent lehet tenni, különösen a beruházások vonatkozásában, de ami energiát meg kell venni, annak az árát sajnos nem Fehérvár önkormányzata tudja meghatározni. Folytatjuk még majd fontos stratégiai kérdésekkel, de hát nézzük a fehérváriak következő vélemény és kérdés összeállítását. Szombatéről érkeztem egy hivatalos ügyben, és kicsit körülnéztem itt a belvárosban. Nagyon tetszik, nagyon szép, nagyon elegáns, kellemes légkör, úgyhogy minden elég vagyok elégedve. A városnak a tisztaságával meg vagyok elégedve. Nyilván vannak problémák, mint minden városban. Hát ugye nyilván lehetne több parkoló, lehetne egy picit esetleg a fő utca is több zöld. Tehát azt azért szerintem bele lehetett volna ebbe tervezni. Én nagyon hiányolom a nemzeti emlékhelynek a problémáját, de azt azért ígérik, hogy talán megvalósul majd, talán 2038 körül, úgyhogy ezt azért várjuk. Itt van az a ruhás üzlet itt a főutcán, ami hát elég gagyi finoman szólva, és szerintem ide a főutcára nem kellene ilyen boltokat telepíteni. Tehát kéne arra ügyelni, hogy picit színvonalasabb üzletek kerüljenek ide. Egy. Most látom a Rossmann bezárt, megint látom, takarítják, gondolom, jön egy új vállalkozó majd. Jó lenne, ha nem egy még gagyibb ruhás bolt kerülne ide. Meg vagyok elégedve, most már elég sokat adtam riportot a virágórával kapcsolatban, de most hát ugye most szét van szedve, már tavaszra reméljük, hogy ugyanolyan szép lesz, mint 10 évvel ezelőtt. Hát szeretném kérni, hogy arra figyeljenek oda. 183 lakás a gazonház, és ahogy a Palota 5 felől kijövünk, és megyünk a Spár felé, úgymond, hát az az út, az a járda,
az gyötrelmes, és rengeteg a nyugdíjas. Tehát van egy-két hely a járdán, ami baleset veszélyes, és annyit kértem, hogy jöjjön ki, vagy küldjön ki valakit, nézzék meg, és ha lehetne, akkor legalább az idősekre való tekintettel próbálja már megcsinálni. Nem kettő ilyen járdakocka, ez a 30-30-as, azt hiszem, hanem legalább három szélességben, ugyanúgy, mármint három járda kockával letéve, vagy akár négyer is, mert aki beholkocsival megy, hát ne a fűben tolja a kocsit. Ennyi volt a kérdésem csak. A másik meg nagyon sokan feltesznek például konkrétan Facebookra a régi Fehérvár képeket. Hát nekem elég megszakadt szívem, mivel én itt születtem, több mint 50 éve, és fura megváltozott Fehérvár. Én úgy érzem, hogy teljesen elveszítette a megyeszékhely a koronázás városnak a jellegét. Ha körülnézünk, szinte teljesen egy betoncsunkát látok. Nos, ez volt a következő blokk. Köszönöm, és menjünk is, próbáljuk végigmenni. Az nagy öröm, hogyha valaki más városból jön, és azt állapítja meg, hogy ez egy szép, és ahogy jól fogalmazott az úr, hangulatos város, hogy Szombathelyről érkezett, és ez volt a véleménye, benyomás a Székesfehérvárról. Ez azért fontos mindig, mert néha belülről valami máshogy látszik, mint amikor valaki külső szemmel néz rá ugyanára. Érdemes erre azt gondolom, egy kicsit mindig odafigyelni. A másik úr tekintetében szerintem fontos-e mondanunk, hogy a nemzeti emlékhely tekintetében én teljes mértékben egyetértek vele. A nemzet egésze tekintetében sem elfogadható az, ahogy a nemzeti emlékhely évtizedek óta kinéz. De itt egy alapvető kérdést el kell dönteni, hogy mit gondolunk ide. Ugye itt mégiscsak egy 500 év vonatkozásában Magyarország legfontosabb épülete állt. Az államiságnak a kulcsa, hiszen a koronázás az maga az államiság folytonosságának a kulcs helye volt, szakrális és világi értelemben egyaránt. Közben a temetkezési hely tekintetében is egy európai szinten is kivételes helyszínnek számított. Egy fantasztikus épület együttessel, ami időről időre természetesen bővült, változott. De most pedig egy romterület van. Nyilván a romterület nem most keletkezett, de több száz éve ez egy probléma, ezt az meg kell oldani, és a 38 az azért jogos és igaz, hiszen az egy ezredik évforduló. Nem elfelejtem, hogy már Szent Imréhez kapcsolódóan is lesz már 2031-ben egy ezredik évforduló, úgyhogy ezért szeretnénk, hogyha az Árpádház program keretében erre is valamilyen megoldást lehessen találni. De azért itt nagyon-nagyon fontos volt egyrészt például a múzeumnak az Árpádház kiállítása, ami ez azt gondolom egy nagyon-nagyon szép kiállítás volt, másrészt pedig, hogy készül és ebben az évben átadjuk a kőtár és látogatóközpontot a Köztársaság moziban, az valójában a nemzeti emlékhelynek egy kicsit az előszobája lesz, ahol megtudjuk, bárki is érkezik Magyarországról, határon túli magyarként, vagy bárhonnan a világból, hogy miért is volt jelentős az az épületegyüttes, amit ma nemzeti emlékhelyként említünk, és egy kicsit ez is közelebb hozza, hogy az az igény, és ezért örültem ennek a kérdésnek, hogy itt valaminek létre kell jönnie, az újra előjön. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Belvárosi üzletek. Ugye itt két külön kategória van. Van az önkormányzati tulajdon, van ugye magántulajdon. Az említett ingatlanok magántulajdonban vannak. A magántulajdonos, ugye az alaptörvényben is rögzített magántulajdon szentsége elvrendszer alapján valójában nagyon-nagyon tág keretek között szabadon használhatja és hasznosíthatja a saját ingatlanát, ugyanúgy, mint akármi ki, akár saját lakását. Ez ugyanúgy igaz adott esetben egy üzlethelyiségre. Én sem feltétlenül örülök minden ilyen üzletnek, különösen a Sétáló utcán, lenne még más példám is, de ebben a önkormányzatnak nincsen szabályozási lehetősége, ahol tulajdonos, ott tulajdonosként tud dönteni, hogy a saját tulajdonával mit kezd. Szerintem azok a helyek, azok elég minőségi szolgáltatást is nyújtanak. Gondolok itt néhány vendéglátóipari cselekre, étteremre, cukrászdára, kávézóra, gondolok a papírgalériára, ami szerintem nagyon fontos üzlete. Igen, és arcolódnak hangulatban is. Szintén az önkormányzat, de ott az igéző, amiről kevesen tudják, hogy miközben havi 1,5 millió forint per bérleti díjért tudnánk bérbeadni, de nem bérbe adjuk, hanem az igézőnek adjuk ingyenesen, üzemeltetést is megoldva, hogy ott egyébként a Szabad Színház dolgozni tudjon. Szerintem ez is fontos eleme a belvárosnak. Tehát én egyetértek, de kérem ilyenkor, hogy ezeket a problémákat ki akár a tulajdonos fele jelezze, hogy másra van igény.
És akkor ugye volt egy olyan kérdés, ami a virágórára vonatkozott, abban a tekintetben évek óta ugyanaz a eljárás, a városgondnokság szakemberei 2-3-4 tervet készítenek, és közösségi média felületen szavazásként döntik el a fehérváriak, hogy a város honlapján keresztül, hogy melyik legyen az, ami adott évben megvalósul. Tavaly egyébként éppen egy olyan volt, ami egy hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőttinek gyakorlatilag a másolását jelentette. Direkt azért, mert ezt időről időre sokan jelzik, hogy szeretnék a régi virágórát, csak nagyon nehéz megmondani, hogy melyik a régi virágóra, mert akkor is évről évre változott. Régen sok volt. De mindig hozunk olyan tervet is, amely valamelyik réginek az újra telepítését jelenteni, úgyhogy én arra biztatok, kérek mindenkit, hogy ezt tegye meg. Most is az egyik legfőbb fotózási helyszín egyébként a városban, különösen a turisták részéről az a virágóra, tehát nem vesztette el ez a romantikáját és azt mondom, a különlegességét, amivel a városhoz kötődik. Ami pedig a belvárost illeti, vagy kezdjük először a Garzonházzal, a Garzonház környékén az úr pontosan tudja, hogy nem csak ez a kérdés, hanem ott készült egy kis terv arra nézve, hogy lehetne a zöld területet fejleszteni, a játszóteret fejleszteni, illetve egy kis parkoló bővítést is megvalósítani, ezzel együtt lehetne ezt az egész járdafelületrendszert is rendezni, de hát most értelemszerűen a prioritásokba az is beletartozik, hogy nem minden fejlesztést olyan ütemben tudunk megvalósítani, ahogy egyébként szeretnénk, de ott erre szükség van, nem csak a Garzonház miatt, hanem például a Koronás Park okán is ott azért van egy jelentős terhelés, de az ott élők is ezt joggal kérik, úgyhogy ezt szeretnénk jelezni, nem felejtettük el ezt, se az ígéretet, se a tervet, ahogy lesz rá pénzügyi forrás, meg fogjuk valósítani. Én őszintén szóval azzal az utolsó kitétellel, hogy a belváros hogy változott az elmúlt 50 évben, azt se felejtsük, hogy nem olyan régen ott még autók, meg autóbuszok, meg teherautók járhattak. Ahhoz képest most van egy szerintem gyönyörű sétálutca, teraszokkal, felújított múzeumépülettel, városháza épülettel, püspökséggel, bazilikával, egyházmegyei múzeummal, a belváros ingatlanok jelentős része megújult, egy gyönyörű, egységes barokk belvárost tudunk mutatni. Mondjuk legutoljára a brit nagykövet járt Székesfehérváron, akivel majdnem 2 órát sétálgattunk a belvárosban és környékén, és nagyon-nagyon tetszett. De hát ugye gondoljuk vissza a riport elejére, Szombathelyről érkezett úr, az kifejezetten azt mondta, hogy gyönyörű a belváros, és nagyon-nagyon hangulatos. Úgyhogy én szerintem összességben ez az igaz. Nem azt jelenti, hogy problémamentes, nagyon sokféle problémáról tudnánk beszélni. Ugye van egy lokálpatrióta belvárosi egyesület, akikkel folyamatosan egyeztetünk is, de azért szerintem összességében büszkék lehetünk, mert ez egy nagyon-nagyon szép város, ami a mi közös otthonunk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és azt hiszem, hogy azt is elmondhatjuk, hogy hát majdnem egy hét múlva, hiszen jövő héten pénteken találkozunk újra itt Köztér Extrában, ahol majd a költségvetésről fogunk beszélgetni. És remélem, hogy egy már akkor elfogadott költségvetésről, ami azt jelenti, hogy stabil, biztonságos keretek között tudjuk a város pénzügyeit, üzemeltetését, működtetését és egyben a fejlesztését is tudni 2023-ban is. Köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, és hogyha tehetik, akkor február 10-én is tartsanak velünk. Reggel 8 órától egyébként élőben nyomon követhetik itt a Fehérvár Televízióban Székesfehérvár megyei város közgyűlését. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.